majd egy kicsit így szigorúbbra venni a könyvvásárlási szokásaimat majd a jövő évben. Aztán hát jövőre mindenképpen szeretném ezt a számot így lecsökkenteni. Mindenképpen majd 2019-ben próbálom magamat így kordában tartani, hogy ne vegyek úgy könyveket, hogy nem olvasom el őket. Sziasztok, Narina vagyok, és a mai videóm a 2019-es könyves hólom lesz. Az eddigi legnézettebb videóm az a tavalyi könyves hól, úgyhogy úgy gondoltam, hogy idén is megcsinálom nektek, csak a 2019-es változatban. Összesen 65 könyvet gyűjtöttem össze 2019-ben, volt, amit használtam vettem, volt, amit újonnan vettem, volt, amit ajándékba kaptam, úgyhogy elég sok könyvről lesz ma szó. Nem kommentálnám azt, hogy hogyan történt meg az, hogy 65 könyvet szereztem be, mert ugye nem szerettem volna ennyit venni, kapni 2019-ben, de hát megtörtént, és ezen nem tudunk mit változtatni, úgyhogy vágjunk is bele. Én rájöttem, hogy nagyon szeretek kategorizálni, mivel 65 könyvről van szó, ezért hát muszáj volt valami rendszert vinni a könyvekbe, és úgy döntöttem, hogy korosztály és műfaj szerint fogom nektek bemutatni ezeket a könyveket. Mivel nagyon sok könyvről van szó, ezért csak pár mondatban fogok róluk beszélni. Az első kategóriában a gyerekirodalmi könyvekről fogok beszélni. Igazából csak egy sorozatról, összesen 4 könyvről, az pedig nem más, mint a 6. holdlánya sorozat Mooney Beecher-től. Ezt a sorozatot én annó gyerekként kezdtem el olvasni, de sose fejeztem be, és ezért vettem meg most felnőttként, hogy majd egyszer csak végig tudjam olvasni. Ez egy kislányról szól, és arról, hogy ő is alkimista szeretne lenni, mint ahogy a nagypapája. A következő az az ifjúsági irodalom kategóriája lesz, és hát itt nagyon sok könyvről lesz szó. Contemporary és romantikus kategóriában csupán egy könyvet szereztem be, és az nem más volt, mint az A Very Large Expanse of Sea, Tara Mafitól, ami egy muszlim lány életét követi a 2001-es terrortámadás után. Van pár ilyen science fiction-ös, disztópiás könyv is, amit 2019-ben vettem meg. Abból az első az egy sorozatnak 2 kötete, és azok nem mások, mint a Find Me és a Define Me Tara Mafitól. Ugye ez egy disztópia, egy olyan lányról, akinek halálos az érintése, és a kormány fel akarja őt használni a saját érdekei érdekében. A következő könyv pedig a Glaston Wars, Sally Ristől, amiben a főszereplőink egy virtuális valóságban próbálnak meg legyőzni valakit. A következő pár könyv az a történelmi kategóriába esik vele. Az első 2 könyv az egy duológia, méghozzá a Witch Child és a Sorcerer's Sally Ristől. Hát ezek így a számi boszorkány üldözés idején játszódnak Amerikában. Következő a News from the Dead, Mary Hooper-től, ami egy fiatal lányról szól, akit felakasztottak, viszont nem halt meg az akasztás során. Megvettem egy duológiának a második részét is, ami a Pop in the Field, Mary Hooper-től. Ez egy első világháború alatt játszódó ifjúsági történet. És van egy másik első világháborús történet is, az pedig a Lovely War, Julie Barry-től, ahol 2 fiatal szerelmes pár történetét követhetjük nyomon az első világháború során. Szerintem 2019 volt a Young Adult Fantasy-nek az éve, mert hogy rengeteg olyan könyvet szereztem be, meg rengeteg olyan könyvet olvastam, ami hát a fantasy kategóriába és azok annak az alkategóriáiba tartoznak bele. Az első, amit így a kezem ügyébe akadt, az a Certain Slant of Light, Laura Whitcomb-tól. Ez egy paranormális történet, ahol is a főszereplőnk egy szellemlány, és egy nap végre meglátja őt valaki, és az pedig egy fiú. Megszereztem egy másik duológiának is a második részét, az pedig a Crooked Kingdom Lee Bardugo-tól, ami a Grisha Verse-ben játszódik, és egy csapatnyi nagyon érdekes szereplőt követhetünk ebben a duológiában. Szintén sikerült beszereznem egy duológiát, az pedig a Különös Álmodozó és a Rémálmok Múzsája Lee Taylor-től. Ebben a főszereplőnk László Strange egy elveszett, titokzatos várost próbál felkutatni, vagy valami is. Én ide sorolnám még a Romanovot is, Nadine Brandes-től, ami kicsit egy ilyen történelmi fantasy, és a Romanov család történetét próbálja meg kicsit átírni a szerzőnő ebben a kötetben. Aztán itt van egy nagyon izgalmas új trilógiának is az első része, az pedig a Call Down the Hawk, Maggie Stiefvater-től. Ez a The Raven Boys-nak a spin-off sorozata, és a főszereplő nem más, mint Ronan Lynch.
beszereztem egy fantasy trilógiát is, az pedig nem más volt, mint a Tyr királynője. Trilógia Erika Johansson-től. Ebben egy fiatal lány kerül a trónra, és neki kell megbirkóznia azokkal a feladatokkal, amik a tróna kerülésével járnak. Egy újabb sorozat első kötetét fogom nektek megmutatni, és az pedig a Fallen Kingdoms, Királyok harca Morgan Rose-tól. Ez is egy ilyen epic, high fantasy, jelentőtölt sorozat. Annyit tudok róla, hogy több szemszögből is követhetjük a történetet, és hát ennyi. A következő trilógia azaz egyik kedvence még nőtte ki magát, és az pedig a Fennmaradott a krónikája Miri Pearson-től, amiben egy elszökött hercegnőről, egy hercegről és egy orgyilkosról olvashatunk. És ennek megjelent egy spin-off sorozata is, az pedig a Tolvajok tánca Miri Pearson-től, ami ugyanabban a világban játszódik, mint a Fennmaradottak krónikái, csak új szereplőkkel. Aztán itt van még a Porkönyve, Labelle Savage, vagy valami ilyesmi, Philip Pullman-tól. Ez az Úrsötét anyagainak egy új spin-off sorozata. Túl sok mindent nem tudok, de ha jól emlékszem, akkor az előző trilógiának a szereplőit követhetjük nyomon idősebb korukban. Az utolsó fantasy könyv az pedig a Medve és a csalogány Catherine Arden-től, ami egy orosz folklórra épülő ifjúsági fantasy sorozat. Ahogy látjátok, nagyon téries hangulata van, és hát szerintem ez egy tökéletes téli olvasmány lehet. Térjünk át a felnőtt kategóriába, mert hogy ott is rengeteg könyv van. Az első két könyv az ilyen fantasy típusú könyv lesz. Az első az nem más, mint a Téli mese Mark Halperin-től. Ez egy nagyon különleges, időtlen fantasy történet. Nehéz ezt így leírni, hogy pontosan miről szól. Én olvastam, nagyon tetszett, és hogyha esetleg érdekel titeket, akkor nézzétek meg mindenképpen a filmet, hogy rákapjatok arra, hogy milyen is lehet ez a történet. A másik pedig a Kirké Madeline Miller-től, ami nagyon népszerű könyv BookTube-on. Ez egy görög mitológiával foglalkozó regény, és a főszereplőnk Kirké, aki egy nimfa, és az ő életét követhetjük nyomon ebben a történetben. Hát van egy pár könyv, amit én így a Berlin kategóriába raktam, mert hogy hát nagyon nem tudtam sehova se beilleszteni őket. Az első az az A Guide to Berlin, Gail Jones-tól. Ez egy maroknyi emberkéről szól, akik valamilyen szinten kapcsolódnak Nabokovhoz, és ők mesélnek el különböző történeteket, és van ebben a könyvben egy kulva is. Következő egy nagyon izgalmas könyv, az a 111 különleges hely Berlin. Ezt a könyvet már nagyon szerettem volna megkapni, mert én nagyon szeretek Berlinbe járni, és hát jó lenne ilyen különleges helyeket is felfedezni ott. Az utolsó az pedig a Berlin Stories Volume 5. Ebben Michael Schulz-nak a fényképeit találhatjuk meg. Michael Schulz a Berlin Stagamnak a fotósa, és én nagyon szeretem az ő képeit, és ezért is vettem meg ezt a kis fotóalbumot tőle. A következő két könyv az ezotéria kategóriába tartozik, és az első az a tarot kézikönyv Hajo Bansaf-tól. Nem vagyok biztos benne, hogy így kell ejteni a nevét. És ez nem más, mint egy kézikönyv a tarotkártyákról. A másik pedig olyan könyv, amivel már évek óta szemeztem, és végre most megkaptam karácsonyra, és az a Parker Asztrológia Julia és Derek Parkertől. És természetesen ez a nagyon csillogós könyv, ez az asztrológiáról szól. Ezzel pedig be is lépünk az ilyen történelmi, szépirodalmi, klasszikus kategóriába. És az első kis alkategóriában a modern klasszikusokról szeretnék beszélni nektek. Az első könyv pedig az Irish Ghost Stories, edited by David Stuart Davies. Ez a nagyon jó kis Macmillan-es kiadás, aminek ilyen nagyon szép arany lapjai vannak. Úgy voltam vele, hogy ha már Írországban járok, akkor veszek egy jó kis ilyen szellemtörténetes kötetet. A következő egy nagyon híres modern klasszikus, az pedig a Mesterségem a halál Robert Nertől. Ebben egy haláltáborban dolgozó férfit követhetjük nyomon, és arról, hogy ő hogyan is tekintett mindarra, ami zajlott körülötte. Hát ezt nagyon jól megmondtam. A másik két könyv pedig ugyanattal a szerzőtől van. Az első az az Éjszaka Lisszabonban Erich Maria Remarque-tól. Ebben két német emigránssal találkozunk Lisszabonban, akik mind a ketten el akarnak menni Amerikában, de csak az egyiküknek vannak meg a papírjai, és mind a ketten elmesélik az ő történetüket egy éjszaka alatt. A másik pedig a Fekete Obeliszk, szintén Erich Maria Remarque-tól. Ez pedig a 20-as évek Németországában játszódik, és az akkori kultúrát ismerhetjük meg elvileg benne. Van egy képregényem is, az pedig a Berlin City of Light, ez a harmadik része Jason Lutz-nak a sorozatának, és évtizedeken keresztül követhetjük nyomon pár szereplőnek a történetét, és természetesen Berlinét is.
Itt van egy könyv, amit nem igazán tudtam, hogy hova tehetnék, úgyhogy ebbe a kategóriába soroltam, és az pedig a titkos történet Donald Tartól. Ha jól emlékszem, akkor egyetemistákról szól, és egy halálesetről. A következő könyv az a Year of Wonders, Geraldine Brooks-tól. Ez a pestis járvány idején játszódik, 1666-ban, és egy kis faluról szól, amit karantén alá vettek a pestis járvány miatt. A következő könyv az az utolsó karácsony Párizsban, Hazel Gaynor-től és Heather Webb-től. Ebben két fiatalnak a levelezését követhetjük nyomon az első világháború alatt, és az, hogy hogyan bontakozik ki közöttük a szerelem. A következő sztori egy másik világháborús sztori lesz, és az az A Hero in France, Ellen First-től. Ez a francia ellenállásról szól. Aztán itt van egy filmadaptáció is, az pedig a The Aftermath Rivian Brooke-tól. Ez a második világháború után játszódik, amikor is egy brit tiszt elviszi a feleségét Németországba, ahol egy német családnak a házában fognak élni, és igazából arról szól, hogy a vesztes és a nyertes fél hogyan él együtt a háború után. Aztán itt van a The Virgin Blue Tracy Chevalier-től. Ha jól emlékszem, akkor arról szól a történet, hogy van egy nő, aki Franciaországba költözik a férjével, és megismerkedik a családjának a történetével és a kék szűzzel. A következő könyvet ajándékba kaptam, méghozzá Book of Hales-től, és az pedig nem más volt, mint a Halhatatlanok Chloe Benjamin-től. Ez egy, hát, családtörténetnek is nevezhetjük. A lényeg, hogy négy testvérről szól, akiknek gyerekkorukban egy jósnő elmondja, hogy mikor fognak meghalni, és mind a négy testvért nyomon követhetjük az életük során, egészen a halálukig. Úgy voltam vele, hogy beszerzek egy extra példányt az egyik kedvenc könyvemből, ami pedig nem más, mint A hása felett az ég, Teresa Lévaitól. Ez a Párizs férfényeinek a folytatása, és egy új generációt követhetünk ebben a könyvben, de ugyanúgy megtudhatjuk, hogy mi lesz Xeniának és Maxnak is a sorsa. Én nagyon szeretem a Casanova történeteket, úgyhogy amikor megláttam, hogy megjelent ez a könyv, akkor mindenképpen meg kellett vennem, és az pedig nem más, mint a Casanova, a Megtört szívek szonátája Matthäus Strukultól, és hát igen, ez Casanováról szól. Szóval egy nagyon népszerű könyv is a kezem ügyébe került, az pedig nem más, mint a The Essex Serpent Sarah Perry-től. Ez egy kis brit városban játszódik, ahová a főszereplőnk elköltözik, és ez a város híres az ő misztikus kígyó szörnyéről, ami elvileg újra felbukkant, és igazából erről szól ez a történet. Következő, ez egy nagyon vastag könyv lesz, és az pedig az Egy úr Moszkvában, Amor Tolstoy, ez az 1920-as években játszódik Oroszországban, ahol is egy grófot számüzetésbe küldenek, és egy hotelben kell eltöltenie ezt a számüzetést, és ott ismerkedik meg természetesen a hotelben dolgozókkal és az ott megszállókkal, és az ő történetét követhetjük. A Flight from Berlin David John-tól az az 1936-os olimpia idején játszódik, és igazából a külföldi szereplőknek kell szembenézni azzal, hogy mi is zajlik pontosan Németországban akkoriban. A Szabadság illata Georgia Hunter-től az egy újabb családregény, és ez egy zsidó családot követ nyomon a második világháború idején. A következő második világháborús könyv az a Vadásznő Kate Quinn-től. Az egyik főszereplőnk Nina egy elit bombázó alakulatnak a tagja, és kényszer leszállást kell elvégeznie, és akkor elkezd rávadászni az úgynevezett vadásznő, aki egy ilyen náci gyilkos, de Nina túléli ezt a találkozást úgymond a vadásznővel, és elkezd nyomozni utána egy haditudósítóval együtt. A következő könyv az A jövőre Havannában, Chanel Clinton-től. Ez egy kubai forradalom idején is játszódó könyv. A jelenben egy fiatal lányt követhetünk, akinek meghalt a nagymamája, és elviszi az ő hamvait Kubában, és ezzel együtt megismerkedik a saját kultúrájával és a nagymamája történetével. A következő könyv itt ismét egy berlini könyv lesz, méghozzá a Berlin Pierre Frey-től. Ez egy háború után játszódó krimi. Ha jól emlékszem, akkor az amerikai szektorban követnek el gyilkosságot, és azután nyomoznak. A következő könyv az egy első világháború sorozatnak az újabb kötete, és az pedig nem más, mint az Álmai földje, Cynthia Herd Eagles-től. Ez az Otthon és fronton sorozatnak a harmadik része, ami egy családregény, és az első világháború folyamán követhet nyomon egy családnak az életét. És itt van egy újabb jó vastag könyv, az pedig a Ruska Edward Rutherford-tól. Ez is egy olyan könyv, amiben megismerhetjük Oroszország történelmét generációkon keresztül.
A következő szekcióban ismeretterjesztő non-fiction könyvekről lesz szó. És az első az nem más, mint az Halálhegyi Doni Eichhardttól, ez a Gyatlov csoportnak a tragédiájáról szól. A következő könyv az a Harmadik Birodalom kultúrtörténete Moritz Völmertől. Azt hiszem egyértelmű, hogy ez miről szól. A következő könyv az a Fegyverben a világ Max Hastingstől. Ez a második világháborút dokumentálja. El sem hiszem, de már eljutottunk az utolsó három könyvig, és mind a három ugyanarra a témáról szól. Az első könyv az a Romanovok Simon Sebag Montefiore-től, és ez az egész Romanov diasztiát nyomon követi a kezdetektől. A következő két könyv pedig ugyanattól a szerzőnőtől van. Az első az a Romanovok utolsó napjai, a másik pedig a négy nővér, mind a kettő Helen Rapaporttól. Ebben a családnak a Jekatyerinburgi tragédiájáról tudtunk meg többet, ebben a kötetben pedig megismerhetjük a négy Romanov nővért. Ez volt hát az én nagy 2019-es könyves haul videóm, remélem tetszett. Hogyha igen, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik volt a kedvenc könyvesbeszerzésetek 2019-ben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hamarosan újra találkozunk, addig is, sziasztok! Ebből csak jó lesz valami. Ha, és úgy maradtak.